A hétvégi műszaki megmérettetésre már csak nem 120-an neveztek be a környező országokból. Szabadkán bemutatták azokat az elektromobilokat, amelyekkel a vajdaságiak részt vesznek majd a miskolci nemzetközi találkozón. 6 fúrógép, illetve az idén 6 csavar fúrógép, amely ugye elemes, ez hajtja meg a járgányokat, és csak ezeket szabad felhasználni, és úgy kell felhasználni őket, hogy mind a 6, illetve egyenként is tudják működtetni az autót, úgyhogy praktikusan kézi fúrókkal mennek. A verseny szabálya az, hogy a verseny folyamata alatt legalább egyszer elemeket kell cserélni, ezért a csapatok ezt gyakorolják is. A szabadkai bemutatón a leggyorsabb járgány a kanyargós pályán 30 km/h sebességet ért el, egyenes szakaszon pedig akár 50-nel is tud haladni. A versenyen azonban nem biztos, hogy ez lesz a döntő. A szabályok szerint rajt után kell a vázra felhelyezni a hajtóművet, és aki ezt gyorsabban elvégzi, előnyre tesz szert. Idén kifejezetten arra figyeltünk, hogy úgy terveztük meg az egész hajtástáncot, hogy 10 másodpercen belül összebírjuk rakni az egész gépet. Főleg lánchajtást alkalmaztunk, egy 5 sebesség és agyba váltó biztosítsa a sebességi átvitelget. Az északbácskai műszaki csapatok szerint idén reális esélyük van, hogy bejussanak a verseny elődöntőjébe.